Köszöntöm a nézőket, mint ismeretes Hunyadi Mátyás fiának, Korvin Jánosnak és unokájának, Korvin Kristófnak a csontjait feltárták a lepoglavai Pálos Kolostorban. A feltárás célja az volt, hogy Mátyás király földi maradványait azonosítani lehessen a székesfehérvári osszáriumban. A köztérben ezzel várjuk Önöket, tartsanak velünk! Egy héttel ezelőtt megkezdődött a Székesfehérváron őrzött királyi maradványok vizsgálata az egykori koronázó bazilika helyén lévő nemzeti emlékhelyen, ahol megnyitották az osszáriumot és felszínre hozták az első csontokat tartalmazó fémládákat. Felnyitották a néhai királyaink földi maradványait őrző osszáriumot a középkori Romkert nemzeti emlékhelyen. Ezzel elvégezhető a maradványok kiemelése, mintavétele, vizsgálata és azonosítása. A rendelkezésünkre álló tudományos módszerek birtokában minden esély megvan arra, hogy a Székesfehérváron megkoronázott és itt eltemetett 15 magyar király személyét azonosítani lehet, és ennek révén el lehet őket temetni azon a helyen, ahol ők örökre nyugodni akartak. Egyúttal ez lehetőséget teremt arra, hogy egy nemzeti egyhelyet alakítsunk ki, ahova elzarándokolhatnak a magyarok a világ minden részéről. Ez a nemzeti önazonosság tudatunknak rendkívül fontos alkotó része, komponense. Viszonyítási alapokról van szó. Tudnélik, az Y-kromoszómán van egy olyan génszakasz, amelyik fiúágon gyakorlatilag a idők folyamán nem változik, illetve változásokat pontosan követni lehet. Példának említeném meg, hogy az Árpád-háziakat harmadik Béla és Vak Béla jellegzetes génszakasz alapján azonosítani lehet, Mátyás természetes fia és unokája jellegzetes génszakasz alapján majd Mátyást lehet azonosítani, és például a két alsó királyunkat, Károly Robertet és Nagy Lajost úgy, hogy felkeressük Nápolyban a férfi rokonok szarkofágjait, rengeteg duraczói, tarantói herceg van eltemetve, de a felmenők is, második Károly, első Anjou Károly, és ha meghatározzuk az ő jellegzetes génszakaszukat, és kiválasztjuk a sok eredményből ugyanazt a két génszakaszt, akkor tudni fogjuk, hogy Károly Robertet és Nagy Lajost határoztuk meg. Ott pedig további kiegészítő vizsgálatokkal különbséget tudunk tenni a két nagy királyunk személye között. Ezen nagyon régóta és számos kiváló elme dolgozik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kutatási terv összességében is és részleteiben is rendkívül pontos és rendkívül korszerű. Én úgy gondolom, hogy Székesfehérvárnak is ez a kutatás rendkívül nagy lehetőséget biztosít. Az előbb említett emlékhelyet ki lehet alakítani, és a világ minden részéről ide jöhetnek a magyarok, ide zarándokolhatnak azoknak a királyoknak a sírjához, akik ezt az államot létrehozták, akik Magyarországból európai közép- és nagy hatalmat teremtettek, mindenkinek lehetővé tették a vallás szabad gyakorlását, a történelmi eseményeket uralni tudták. Tehát egy olyan államot hoztak létre, amelyik 1000 évig fennállt, és fenn fog állni, gondolom, még nagyon sokáig, további 1000 évekig. Kessler Miklós hangsúlyozta, hogy 1848. decemberében indult meg az egykori bazilika feltárása, ami mindig a kor színvonalán történt. Az archeogenetika létrejötte, lehetőséget teremtett arra, hogy most már nagy pontossággal vizsgálhassák meg a királyi maradványokat, és olyan összefüggéseket derítsenek fel, amelyekre addig nem volt lehetőség. Spányi Antal megyéspüspök kiemelte, a múlt feltárása és alapos megismerése fontos feladat. A múltat ismerve ismerjük meg igazán önmagunkat, értjük meg küldetésünket a múlt történelmében és feladatunkat a jelenben. A gyökerek, népünk erkölcse, keresztény hite és kultúrája ma is megtartó erő.
amikor olyan csábító, az önfeladással járó nagy közösség hangzatos szólama. Élet és halál kérdése ez. Megmaradás vagy feloldódás és önmagunk elvesztése a tét. Babics prófétai szavait megfogadni, megérteni nekünk is, ma is feladat. A magyar szín, mely a világhoz tartozik, mely gazdagítja a világot, melynek nem eltűnnie kell, hanem megmaradnia, mert ha eltűnik, a világ lesz színtelenebb, szegényebb. A jobb megismerés, az alaposabb és igazabb tudás a tanulásból, a kutatásból fakad. Az egyház készségesen áll a kutatás a teljesebb igazság megismerésének útjára, készséggel lesz társ az igazság feltárásának, megismerésének izgalmas útján. A jelent szolgálja a múlt kutatásával is. A múltat kutatjuk most a magyarság egyik legszentebb helyén, ott, ahol a magyar történelemben Szent István népének minden szentje járt, felkeresve a híres zarándok helyet, Szent Imre sírját és Szent István nyughelyét. A helyet, ahol megszületett a Mária országa eszménye a Szent Istváni felajánlás nyomán. Alázattal és tisztelettel közeledünk a múlt felé. Tisztelettel, megrendült lélekkel nyitjuk fel az évszázados csontokat őrző osszáriumot, hogy a csontokat megvizsgálva közelebb kerülhessünk szentjeinkhez, történelmünk nagyjaihoz. Ezzel a tettel erősíteni akarjuk Szent István és az első magyar szent család városának tekintélyét, a hagyományban elfoglalt és az őt megillető történelmi helyét. Az első lépések hozzák majd a többit is. Alakítjuk az 1000 éves emlékhely bemutatásának körülményeit, méltó módon bemutatjuk a kőtárban a csodálatos faragványokat és a templom lenyűgöző méreteit, majd a templom romjait tesszük méltóvá, és elhozzuk remélem az iskolásokat, hogy itt találkozzanak mindnyájan a magyarság szellemével, történelmünk nagyjainak szellemével, örökségükkel. Itt, ezen a szent helyen ivódott lelkünkbe az, hogy mit jelentett régen magyarnak lenni, és mit jelent ma, hiszen ez régen is, ma is kihívást, feladatot, próbatételt jelentett, és jelent ma is. Várjuk vissza haza erekjéinket a tudományos kutatás végeztével, melynek eredményeként bízunk abban, hogy még közelebb kerülünk az éltető gyökérhez, a magyar szellemhez és lélekhez. Köszönjük miniszter úrnak, hogy a kutatásokat felvállalja. Köszönjük főigazgató úrnak, hogy ennek a feladatnak megvalósítását magára vállalja. És köszönjük polgármester úrnak, hogy ebben partner és városunk múltját és jövőjét szolgálva együttműködésével. Közös erőfeszítésünk erősítse bennünk azt a magyarságtudatot, melyel őseinkhez méltó módon tudjuk szolgálni ma is, a jelenkor kihívásaira felelve Európát. A tájékoztatón kiemelték, Székesfehérvár két feltételt szabott. A csontokat nem érheti maradandó károsodás, és a vizsgálatok lezárultával maradéktalanul vissza kell kerülniük Székesfehérvárra. Egy történelmi helyen vagyunk, azt hiszem, hogy egy történelmi pillanatban. Hogy miért történelmi ez a hely, valószínűleg kevésbé kell ráutalni, de azért érdemes megemlíteni, hogy enélkül a hely nélkül, amit a nemzet történelmi bölcsőjeként tarthatunk számon, valószínűleg most nem lehetnénk itt, és biztos, hogy nem beszélhetnénk magyarul. Nem beszélhetnénk arról a magyar kultúráról, azokról a szentekről, arról a közös gondolkodásról, lelki és egyéb értékeket rejtő tartalomról, ami ebből a helyből gyökerezett. Nem elfelejtve, hogy miközben ez egy szent hely volt, közben az akkori államiság legfontosabb döntései és legfontosabb szertartása is itt történt ezen a helyen. Azaz az állam szervezet tekintetében is ezen koronázások nélkül nem tudott volna az állam
generációról generációra tovább lépni. Ez a hely tehát egy történelmi hely. A történelmi sorsfordítók okán sajnos nem tudjuk úgy bejárni, mint ahogy a hasonló helyeket a világban és Európában, de ez nem ment fel mindünket föl az alól a felelősség alól, hogy igenis lelkekben és fizikailag is építsük ennek a helynek a jelentőségét. Ezt indítottuk el akkor államtitkár úrral, amikor a kormány itt kihelyezett ülésén 2013-ban a kormány elindította az úgynevezett Árpádház programot. Ez a program ma már több elemében megvalósult, vagy éppen zajlik a megvalósítása. Királyi sétaút, zajlik a múzeum rendház épületének felújítása, átadásra került a munkaterület, a látogatóközpont, a kőtár helyet adó épület felújítása tekintetében. Számos szakmai konferencia, tudományos okirat és nagyon sok szellemi tartalom mellett fontos előadás és az emberek lelkét építő előadás is zajlott ezen a helyen. És azt hiszem, hogy ebbe a sorba nagyon jelentősen lép be ez a mai nap, és az, ami ma történik. Amikor az osszárium kinyílt, és nem augusztus 20-a előtt néhány nappal, hanem most februárban, akkor egy nagyon fontos esemény sorozat, ami elkezdődött. Egy nagyon fontos tudományos munka az, aminek a céljaira ezeket a csontleleteket átadhatjuk. Én szeretném megköszönni a Magyarságkutató Intézetnek és szakembereinek, ott kint is, akik állnak, és természetesen a Szent István Király Múzeum szakembereinek is, hogy szakmai együttműködésben ez a folyamat elindul, és a jó gazda gondosságát már az a körülmény is jelzi, amit itt néhány óra alatt sikerült kialakítani, hiszen az osszárium megnyitása az egy speciális feladat, akárhogy nem történhet, hiszen itt hosszú évek óta megfelelő biztonsági előírások mellett őrzi a múzeum a csontleleteket. Elődeink, amikor az osszáriumot kialakították, és ezeket a bizonyos csontleleteket elhelyezték ezekbe a fémládákba, akkor azt mondták, hogy azért így teszik, mert majd egyszer biztos eljön az idő, amikor a tudomány képes lesz ezeknek a csontleleteknek a tudományos vizsgálatára. Ezek szerint az idő eljött, azt hiszem mindenki kíváncsian áll a következő hónapok eseményei elé. Mi egyet tudunk ígérni, hogy ahogy eddig is, ezután is ehhez minden segítséget, támogatást megadunk, és folyamatosan a tájékoztatásról is közösen Magyarságkutató Intézettel és a Szent István Király Múzeummal gondoskodni fogunk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette, jó munkát kívánok a szakembereknek, és azt mindahányunknak, hogy ezek a kutatások erősítsenek bennünket nemzeti tudatunkban is, és mi attól tegyük hozzá, hogy székesfehérváriságunkban is. 2013-ban indult el az Árpádház program, aminek azóta több elemének a megvalósítása is elkezdődött Székesfehérváron. Ennek egy újabb lépcsőfoka az itt őrzött királyi csontok tudományos vizsgálata. Szent helyen állunk, a nemzeti emlékhelyen, az osszárium mellett, amely véres és dicsőséges magyar évszázadok királyának csontleletét, földi maradványait őrzi. És ahogy a csontjaink, az emberi test tartószlopai, úgy tartószlopai, ők az ő művük nemzetünk történetének és az elmúlt évszázadoknak, de ezek az évszázadok nem voltak mindig kegyesek hozzánk, és ezek a csontleletek ma az osszáriumban őrződnek, de nem tudjuk, melyik csontlelet melyik királyunkhoz tartozik, és ma érkezett el oda a tudása, tudósok tudása, a tudomány ahhoz a pillanathoz, hogy az archeogenetika segítségével megállapíthassák, hogy mely csontlelet melyik királyhoz tartozik, és történelmi kötelességünk, hogy ezt a lépést megtegyük, és méltó módon megőrizhessük királyunk emlékét, és itt a nemzeti emlékhelyen földi maradványaikat, és tegyük ezzel Székesfehérvárt, a nemzeti emlékhelyet egy olyan zarándok helyé, ahova a Kárpát-medence magyarság és a Kárpát-medencén kívüli magyarság is elzarándokolhat, eljöhet, és méltó módon elruhatja a kegyeletét. A Magyarságkutató Intézet az archeogenetikai kutatás során több mint 600 koponya és majdnem ugyanennyi vázmaradványt vizsgál, amelyek összesen több mint 900 egyén maradványait jelenthetik. Hunyadi Mátyás csontjainak vizsgálatáról Vakler Lajos beszélgetett a Városházán négy vendégével az osszárium felnyitása utáni napok egyikén. Ez egy tudománytörténeti esemény volt, ami 2021. januárjában Lepoglavában történt, hiszen több mint 120-130 éve volt rá utoljára alkalom, hogy a lepoglavai Pálos Kolostorban, és itt azért jegyezzük meg gyorsan, ugye, hogy ez egy magyar alapítású
az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a páros rend, még a 13. század 60-as éveiben alapították. Nos, ebben a páros kolostorban 120-130 évvel ezelőtt nyitották fel azt a kriptát és azt a sírt utoljára, amelyben Korvin János és fia Korvin Kristóf, tehát Hunyadi Mátyás királyunk fia és unokája nyugodott. És tegyük gyorsan hozzá, hogy ez az épület azért eléggé elhanyagolt, rossz, szomorú sorsú épület is volt, maga a kolostor és a hozzá kapcsolódó templom, hiszen talán nem érdemtelen elmondani, hogy amikor a páros rendet, ugye II. József ugye általában az összes szerzetes rendet feloszlatta, kivéve azokat, amelyek gyógyítással, oktatással foglalkoztak, akkor ez az épület is valójában, hát úgy mondjam, ugye államosításra került. És talán érdekes elmondani, hogy a királyi Jugoszláviában, tehát a két világháború között az egyik legkomolyabb, legszigorúbb börtön működött benne, de nem csak a királyi Jugoszláviában, hanem az 1945 utáni Jugoszláviában is ez egy szigorított börtön volt. Úgyhogy megmondom őszintén, féltünk is attól, hogy hát esetleg nem történtek olyan károk, olyan visszafordíthatatlan folyamatok, amelyek akár a sírt mondjuk feltáratlan helyzetbe hozzák, vagy nem találunk benne semmit. Ez az egyik fontos dolog, amit így előzményként érdemes elmondani. A másik az, hogy a trianoni békeszerződés után, ugye ez a terület a szerb-horvát-szlovén királysághoz került, és hát közismert tény, hogy azért a két ország között bár voltak közeledési pillanatok a 20-as évek közepén, de hát tudjuk, hogy egészen 1941-ig ugyan voltak kapcsolatok, de 1941-ben már hadi állapot is volt a két ország között. Tehát nem volt alkalmas az idő arra, hogy itt ásatásokat, vizsgálatokat folytassunk. És ez így volt 1945 után is, hiszen pontosan tudjuk, hogy mi volt Jugoszláviának a megítélése a szocialista táboron belül, ugye a Titóféle időszak hogy volt megítélve. És aztán ez a Jugoszlávia, ez beleszaladt egy harmadik Balkán háborúba is, hiszen egy kemény véres polgárháborút követően bomlott szét, esett szét, és ott is fennállt annak a veszélye egyébként, hogy hát kulturális értékek vennek veszendőbe. Hát gondoljunk csak arra, ugye, hogy például a tenger melléki híres területeket hogyan bombázták a szerbek. Hát ilyenek voltak az előzmények, de hogy valójában ki és miért vetette is fel ezt? Hát maga Kásler Miklós professzor úr volt az, aki elkötelezett volt annak érdekében, hogy menjünk és nyissuk fel, és a Magyarságkutató Intézet tárja fel, ha egyáltalán feltárható, mert ez is egy nagy kérdés volt, hogy mit találunk ott. És miniszter úr minden követ megmozgatott ennek érdekében. Anyagi feltételeket teremtett, a kultúrdiplomácia eszköztárát is segítségül hívta, hiszen ő, mint az emberi erőforrások minisztere, a kulturális örökségért is felel a kormányban. És ilyen értelemben az ő feladata többek között a kultúrdiplomácia erősítése is. És azt gondolom, hogy egy óriási dolog volt, amikor a magyar-horvát együttélés, ez egy 800 éves együttélés valójában, amikor az előző év őszén egy nagyszabású közös kiállítást rendezett Magyarország és Horvátország. Számos magyar értéket adtunk kölcsön ahhoz a kiállításhoz. És ezt a kiállítást miniszter úr nyitotta meg. És ott már felvetődött a lepoglavai feltárásnak a kérdése. És azt gondolom, hogy itt ez egy olyan egymásra találás volt ott a két miniszter között, hogy ez felgyorsította ezt a folyamatot. Tehát megkaptuk az engedélyt, de még hátra volt a Varasdi egyházmegyének is az engedélye, hiszen a páros korostól hozzájuk tartozik, és azt mondhatom, hogy ők ugyanolyan konstruktívan, segítőkészen álltak hozzá ehhez a feladathoz, ehhez a munkához, úgyhogy a Varasdi püspök úr is minden további nélkül megadta az engedélyt. Tehát ilyen előzmények után indult el a csapat 2021. januárjában, hogy ezt a tudománytörténeti, valóban tudománytörténeti feltárást megtegye. Millennium körül vizsgálták utoljára
a sírokat, és akkor vannak fennmaradt jegyzőkönyvek, hogy a sírban csontokat találtak, és azokat megvizsgálták, de arról a jegyzőkönyvek már nem feltétlenül szólnak, hogy például koponyákat is találtak-e a sírban. És hát a 20. század, ahogy tudományos főigazgató helyettes úr is említette, bizony sok kétséget vetett a felett, hogy lehet, hogy kirabolták később, tudtunk nélkül a sírt, úgyhogy nagyon izgultunk, amikor a kőrestaurátor cég leemelte a márvány sírfedlapot, amit 1899-ben raktak az eredeti reneszánsz sírfedlap helyére, hogy az ne sérüljön tovább, mert ugye ezen jártak is a szertartások között, és az eredeti reneszánsz faragott sírfedlap kezdett úgy megkopni, hogy a Korvin János alakja lassan kivehetetlenné vált rajta, és ezt megóvva 1899-ben kicserélték. És amikor leemelték ezt a sírfedlapot, akkor nagy meglepetésünkre egy kis, mindössze 1 méter 10 centi hosszú fakoporsó volt a 2 méter mély és 2 méter hosszú eredeti téglával kirakott sírgödörbe. Viszont a koporsó fedélre latinul fel volt írva, hogy Johannes Corvinus és Cristoforo Corvinus. Tehát ez biztató volt, akkor még ugye leszállhattunk, először fényképes, majd rajzos dokumentáció készült erről a fellelt állapotról, hiszen ilyennel nem rendelkezett eddig a tudománytörténet, mert nem készültek róla korábbi sírrajzok, vagy dokumentáció, és csak ezután tudtuk leemelni a koporsó fedelet, amiről úgy szemmel láthatólag valószínűleg a 19. század végén készült, tehát amikor török aurélék visszapakolják a antropológiai vizsgálatok után a csontokat, akkor egy akkor újonnan készített kis erekje tartó koporsóba helyezik vissza, és akkor amikor ennek leemeltük a fedlapját, akkor nyugodtunk meg, hiszen láttuk, hogy nem csak a hosszú csontok vannak ott, hanem ott van egy gyermek és egy felnőtt méretű koponya is, és ahogy a csontok vizsgálata megkezdődött, valóban én adogathattam fel ezen királyi ivadékok csontjait az archeogenetikai kutatóközpont vezető úrnak, és utána kezdődött meg a mintavételezés. Ekkor a feladogatás közben már láttuk azt, hogy például a medence csont és a bal combcsont az olyan mértékben deformált, hogy nagyon nagy fájdalmakra utal, és hát ezt a források le is írják, hogy Korvin János sántított is. Tehát ez már egy igazolásnak volt tekinthető, hogy valóban az ő csontjai vannak a sírban, és hát azt is tudni lehetett, hogy Korvin János 31 éves korában hal meg, Korvin Kristóf pedig egy évvel apja halála után, 6 éves korában, és a itt lévő csontok is ilyen korúak, tehát egészen bizonyosak lettünk benne már első napon, hogy itt valóban Korvin János és Korvin Kristóf csontjait találtuk meg, amit azóta az archeogenetikai vizsgálat is igazolt, hogy egy apa-fiú van eltemetve a sírba. Amikor megvizsgálta a török Aurél professzor a 19. század végén, ő a kor legmodernebb eszköztárát vonultatta fel, mint antropológus, és ezeket a csontmaradványokra fölvette az összes fölvehető adatot, és összehasonlította a történeti adatokkal is, és minden kétséget kizáróan az akkori módszertanokkal úgy vélték, és azóta is nem gondolják máshogy, hogy ez Korvin János és Korvin Kristóf maradványa lehetett. Itt nekünk a genetikai vizsgálat az egy plusz eszköztár lesz, és mi nekünk általában mindent megkérdőjelezünk. Nem azt mondom, hogy mi szeretünk kérdéseket föltenni, de minden történeti és embertani vizsgálat ezt mutatja, hogy Korvin János és Korvin Kristóf, és azt is mutatja, hogy egy apa-fiú kapcsolat, sőt az embertani vizsgálatok alapján ugye a kor meghatározást is szépen meg lehet, főleg a felnőtt férfi koponyájáról mondani, ami egybeesik Korvin János elhalálozásával. Ugye a
combcsont sérülése ugyancsak egy bizonyító erejű volt egy embertani vizsgálat során, és a gyermek kora is becsülhető volt, itt épp a tejfog és a maradandó fogak megjelentek már a koponyában, úgyhogy ezek mind egyre mutattak, viszont a nemi jellegek, például a koponyán ez egy európid koponya volt, és elsődlegesen a nemi jellegeket, amikor vizsgáljuk, az antropológus kollégám Kis Luca vizsgálta a helyszínen, ugyancsak megerősítve, majd összehasonlítva a török aurél vizsgálatait. Tehát ugyanazokat a mérőpontokat fölvettük, amit anno a 19. században török aurél. Tehát azt is igyekeztünk bizonyítani, hogy ez ugyanaz a koponya és ugyanaz, amit ő vizsgált. Tehát ezt is le tudtuk ellenőrizni. És a nem meghatározás során férfinak lehet mondani a koponyát, de itt még akkor jön a genetika, hogy én, ha férfi, akkor rendelkeznie kellett Y-kromoszómával. És ide kellett ugye első körben eljutnunk, amivel most már rendelkezésre állunk, azzal, hogy kimutatjuk a kromoszomális nem meghatározását DNS alapon. Az osszárium ugye anno kettős céllal lett kialakítva, tehát a mostani osszárium, amit felnyitottunk. Ugye a kegyeleti okok mellett az volt a jelentősége, hogy egy olyan környezetet biztosítson, hozzon létre az ott tárolt csontok számára, hogy később, hogyha a tudomány egy olyan fejlettségi szintre jut, hogy újabb adatokat nyerhetünk ki az ott tárolt csontokból, akkor erre lehetőséget biztosítson. És ugye nem is szoktuk gyakran nyitogatni, azt is tudni kell, hogy tehát nem is tesz jót a lent kialakult klímának, ha nagyon sokszor van nyitva. Tehát egy évben egyszer szoktuk ugye augusztusban felnyitni, de hát erre az alkalomra természetesen ki lehetett nyitni, és természetesen a engedélyünket is megadtuk ehhez. Tehát mi kezeljük, de azt tudni kell azért, hogy minden régészeti leletanyag az állami tulajdon. Tehát itt a Szent István Király Múzeum engedélye önmagában azért kevés lett volna. Tehát itt a különböző szakminisztériumokat, a fenntartót, Székesfehérvár, Menyégó városát, mindenkit ugye meg kellett keresni, és az engedélyét kérni ehhez, hogy ki lehessen nyitni erre a vizsgálatra. Nagyon professzionálisan, amit lehetett, tény is való, hogy szétválogatták és tökéletes körülmények között őrizték ezeket a csontmaradványokat a 2000-es évek óta, és előrelátásuk azért szenzációs volt, ugye, hogy ők ezt arra vártak, hogy legyen egy olyan eszköztárunk, egy olyan kutatási módszer, ami ma az archeogenetika, amivel későbbiekben meg tudjuk vizsgálni, és akár azonosítani tudjuk a leleteket. Úgyhogy mi is nem tudom, hogy mi lesz a későbbiekben az a kutatási terület, ami még majd hozzá fog adni, de igyekszünk most is minden egyéb kutatási módszert lefolytatni a csontmaradványokon, és itt kiemelném az antropológus kollégákat ismét, hiszen ma már a digitális technika jó voltából nem csak a DNS adatokat szeretnénk, hanem háromdimenziós fotókat készíteni a koponyákról, és szeretnénk ezekből rekonstrukciókat készíteni, és nagyon reméljük, hogy a Szent István Király Múzeumban egy olyan partneret találtunk, hogy a később itt a Székesfehérváron a kiállítás sokra úgy fognak már ezek a csontmaradványok eljutni, hogy a származási genetikai információkat ki tudjuk egészíteni olyan 21. századi vizualizációs múzeumi technikákkal, hogy egy méltó múzeális kincset hagyunk ezzel a kutatással itt Székesfehérváron, amellett, hogy reményeink szerint a Nemzeti Panteonban egy méltó nyughelyet is fogunk az uralkodóinknak adni. Neparácki Endre elmondta, várhatóan egy év múlva számolhatnak be a kutatási eredményekről, ez idő alatt körülbelül 900 mintából nyernek majd ki DNS adatokat. Kedves nézőink, a köztérben Mátyás király fiának és unokájának földi maradványaival és a királyi csontok vizsgálatával foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!